Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Kezdődött a szabadtéri szezon, lehet csobbanni, beüzemelték a Halasi strand kinti medencéit. A védőnőket ünnepelték, Horváth Attilánél prosz-szanitát díjat, Tamási Józsefné aranyoklevelet kapott. A városi bölcsödében elbúcsúztak az óvodába menő gyerekektől, de búcsúzik a vezetőnő Garas Edit is, a stafétát Miskei Beátának adja át. Nagy segítség lesz a szülőknek, szervezik a 6 hétig tartó nyári napközit. Pénteki hírösszefoglalónkat látják, köszöntöm kedves nézőinket, tartsanak velünk! Jó egyet csobbanni a hőségben. A Halasi strandon megnyílt a szabadtéri nyári szezon. Már üzemel a gyermekmedence a kicsik nagy örömére. A nagymedence is fel van töltve, sokan már ma is leúztak párhozt. A kinti termálmedence pedig teljesen megújult, de egy új sétányt is kialakítottak. A strandon a mostani volt az utóbbi évek legnagyobb beruházása. A munkálatokkal igyekeztek a vakáció kezdetére elkészülni, hiszen ilyenkor szokott megélénkülni a fürdő látogatottsága. A strandszezon kezdetéről további részleteket a jövő héten láthatnak. A környező települések természetes vizei is várják a fürdőzőket. Az ANTS elvégezte a bevizsgálásokat és nyilvánosságra hozták a minősítéseket. A kunfehértói tófürdő vize, noha küzdenek a hínárral, kiváló jelzőt kapott a táblázatban. A kiskumalsai tófürdő jó minősítést kapott. A Soltvadkerti tó vize még besorolás alatt van. Prosz-szanitáte díj és aranyoklevél. Két halasi védőnő is elismerést kapott a napokban. A fővárosi ünnepség után itt helyben is köszöntötték őket. A városvezetés nevében Farkas Dániel alpolgármester mondott köszönetet a védőnői szolgálat minden tagjának. Halasi védőnők is elismeréseket kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Védőnők Napja alkalmából. A nagy eseményt helyben is megünnepelték. A Hajnal utcai központban a város nevében Farkas Dániel alpolgármester köszönte meg a védőnői csapat munkáját. Beszédében kitért a bérrendezés kérdésére is. Mint mondta, a politika napirenden tartja ezt a kérdést, de Halas is figyel rá és próbálnak megoldást keresni. Az alpolgármester a kitüntetett védőnőknek is gratulált. A szolgálat vezetője Horváth Attiláné prosz-szanitáte díjat kapott kimagasló szakmai tevékenységéért. Hétfőn június 13-án volt a Védőnök Napja, ezt ünnepeltük, és Budapestre mentünk, mert ott egy kitüntetést kaptam. Elkísértek a kolléganőim is, és velem együtt örültek és ünnepeltek. A 40 évi munkámnak a megkoronázása ez a kitüntetés, ez egy prosz-szanitáte állami kitüntetés, amit Ónodi Szűcs Zoltán államtitkár úrtól kaptam hétfőn. Ez a 40 esztendő, ez visszatekintve nagyon szép volt. Természetesen minden szakmában, így a védőnői szakmában is voltak göröngyös és sima utak, de köszönöm elsősorban a férjemnek, aki mindig mellettem állt és támogatta a munkámat, valamint a város vezetésének és a mögöttem álló maroknyi kis védőnői csapatnak, hogy lehetőségem volt arra, hogy az elképzeléseimet és a céljaimat meg tudjam valósítani. A már nyugdíjas Tamási Józsefné aranyoklevelet kapott 50 éves jubileum alkalmából, hosszú éveken át kifejtett szakmai tevékenysége elismeréseként. 1966-ban végzett Szegeden, a védőnői munkáról azt mondja, nagyon sokrétű feladat. Sok mindennel foglalkozik, a terhes gondozástól kezdve a csecsemő gondozásig, és a családoknál hát a 2-3 éves korig kisgyerekekkel is, nem csak a csecsemőkkel, óvodásokat, iskolásokat is látogattunk családokon kívül. Mint kiderült, a nyugdíjas védőnőt még ma is sokan megismerik, és családjában anyáról lányára szállt ez a szakma. Fölismernek még most is, meg én is őket. Hát úgy megszoktam az unokákat kérdezni, mert már ott tartanak azok, akik akkor szültek, hogy már unokáik vannak. Hát eltelt azóta 50 év. 3 év után kerültem Halasra, mert szerencsén helyeztek el először, mikor végeztünk a szegedi védőnőképzőbe, és aztán jöttem Halasra. És utána így dolgoztam.
miután először szültem egy kislányt, és utána még egy fiút. Ritát és a Pétert. Rita is védőnő lett egyébként, úgyhogy ő most dolgozik aktívan, én meg nyugdíjas vagyok már. A Hallasi Városi Bölcsődében ma búcsúztatták el az óvodába készülő gyerekeket. Az intézmény életében ez mindig nagy esemény. Ez egyben nyílt nap is, amikor a szülők együtt játszhatnak a gyerekekkel. A bölcsődében vezető váltás lesz a nyáron, most folyik a feladatok átadása. Most hova megyünk? Vadászpark. Ezúttal nem csak a bölcsődések játszottak az intézmény udvarán, a nyílt gyermeknapon a szülők, nagyszülők is betekinthettek a városi bölcsőde életébe. Én akkorról jöttem ide csak ezért, hogy lássam, hogy hogy játszanak. Csak hát a miénk még nagyon picike, mert még csak másfél éves, és őre nagyon kell figyelni még most. Apuka szerint jó ötlet, hogy ilyenkor jöhet a család megnézni a bölcsőde életét? Persze, igen. Hát így belelátunk ugye a bölcső mindennapjaiba is. Látjuk, hogy milyen színvonalas meg felszerelt azért a bölcsőde, meg hát jó idehozni a gyerekeket. Tehát nyugodtan itt lehet őket adni, mint a gondozóknőkre, mind az eszközökre, tehát biztonságosak. Meg vagyunk elégedve teljesen. A mai világban ez ugye különös gondot okoz egyes szülőknél, hogy nincs hova rakni a kicsit. És mi nagyon örülünk, hogy itt bejutottunk, és hát remélem, hogy benne is maradunk továbbra is. A bölcsődés gyermeknapon a játékok mellett a kicsik körében igen népszerűek voltak a rendőrök és a tűzoltók járművei, ezeket szinte mindenki kipróbálta. Igen, a bontóbaltával be lehet törni a falat, meg azzal segítenek az autó üvegét, azzal törítek be. És így bejöttök, és már megcsináltátok a mentést. Ez a nyílt nap már hagyomány a Hallasi Városi Bölcsödében, és itt ez az év legnagyobb eseménye. Ilyenkor búcsúztatják az óvodába készülő kicsiket is. Ez egy hagyomány, ezt már évek óta csináljuk, ez az egyetlen nagy esemény, amit a bölcsöde nyílt nappá tesz, és lehetőséget ad a szülőknek, hogy a gyerekekkel együtt játszanak, együtt töltsék a mai napot, és hát mindenféle programokat csináltunk. Ezt köszönjük szépen a rendőrségnek és a tűzoltóságnak is. És hát ezzel búcsúzunk el az óvodába menő gyerekeinktől is. Ez a mai nap az, ami egy igazán nagy esemény az ő életükben, és aztán mindenki mehet nyaralni. Az óvodába készülő gyerekek mellett az intézmény vezetője is búcsúzik a bölcsödétől. Nem csak az óvodába menő gyerekek búcsúznak a bölcsödétől, hanem én is nyugdíjba megyek. A 40 éves lehetőséggel így én is elköszönök a bölcsödétől, és át is szeretném adni az új kolléganőnek a bölcsödét, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok hozzá. Én egy kicsit fájó szívvel hagyom itt a bölcsödéseket, mert nagyon-nagyon szerettem ide jönni dolgozni, nagyon jól éreztem magamat, és köszönöm is a lehetőséget, hogy erre én kaptam lehetőséget, de hát most már mint gyakorló nagymama fogok otthon két kis unokával játszani. A tényleges vezetőváltás augusztus 1-én lesz, de már most folyamatban van a feladatok átadás átvétele. Nagy feladatba vágjuk a fejszénket, de mindent szeretnék ugyanúgy továbbra is a hagyományokat őrizni és a bölcsőde hírnevét öregbíteni, ahogy eddig is történt itt nálunk Kiskunhalason. Hamarosan a bölcsődében is jön a nyári szünet, aztán készülnek a legapróbbak fogadására. Mi júniusban még nyitva vagyunk, július 1-e péntek, akkor még nyitva van a bölcsöde, utána ott 4-től vagyunk zárva, és augusztus 1-én jönnek megint vissza azok a gyerekek, akik itt maradósak, és az óvodába készülnek szeptembertől, és szeptember 1-től pedig jönnek hozzánk az új gyerekek. Ismét segítenek majd azoknak a tanulóknak, akiknek rosszul sikerült a tanév. A cigány közösségi házban tavaly nyáron volt először pótvizsgára felkészítés. A résztvevő diákok többsége eredményesen szerepelt a pótvizsgákon, és nem kellett évet ismételnie. Idén is lesz ilyen felkészítés, most folyik a szervezése. Összegyűjtik azon tanulókat, akiknek jól jönne a segítség, és várják azokat a pedagógusokat is, akik vállalnák a korrepetálást a különböző tantárgyakból. A diákok most még tanulás nélkül élvezhetik a vakációt, hiszen a tervek szerint július 2. felében indul el a felkészítés a pótvizsgákra. Július 4-től 6 héten át fogadja a halasi iskolásokat a nyári napközi. Széleskörű összefogással szervezik meg a gyerekek felügyeletét. A részleteket ma beszélték meg a Városházán. A napközi helyszíne a központi iskola lesz. A gyerek létszám
A július első két hetében kicsit a vártnál magasabb, az ilyen 55 és 60 között van, aztán ezt követően olyan 40 körüli gyerek létszám van. Már előre sokan jelezték részvételüket, júliusban és augusztusban nyári napközi biztosít felügyeletet a halosi diákoknak. Az önkormányzatnak két fontos feladata van a vakáció kapcsán, az egyik a gyermekétkeztetés, ami már elindult, a másik pedig a gyermekfelügyelet biztosítása. Ez idén széles körű összefogással valósul meg. Mindenféleképpen szerettük volna az összes általános iskolát, illetve azokat az egyházakat, egyéb civil szervezeteket bevonni, akik ebben a, én azt gondolom, hogy nemes feladatban részt vállalnak, és úgy néz ki, hogy sok-sok megértő fülre és segítő kézre találtunk ebben az ügyben. Noha már megvoltak az előzetes jelentkezések, a nyári napköziben még tudnak gyerekeket fogadni. A legfontosabb, amit tudni kell, hogy megvalósul. Július 4-e és augusztus 12-e között, 6 héten keresztül azon első és ötöd évfolyamos tanulókat várjuk ebben a nyári napközis felügyeletbe, akik jelentkeznek és befizetik a étkezési költségeket, ez a legfontosabb. Természetesen ezen belül lehet választani, hogy milyen időpontba kérik, milyenben nem. Ez iskolák végeztek egy előzetes igényfelmérést, onnan vannak létszámaink, de meg fogjuk beszélni, hogy mi az a technikai mód, amiben még lehet jelentkezni erre, de a lényege az, hogy végső soron jelentkezésnek azt vesszük, akik a tárgyhét előtti héten befizetik a reggeli uzsonna, vagy amennyiben nem ingyenes az ebéd költséget. A nyári napközi helyszíne a központi iskola lesz. Itt már az előző években is tartottak hasonló napköziket a nyári szünetekben. Ebédelni várhatóan a Bibó gimnáziumban járnak majd át a gyerekek. A helyszíne a központi általános iskola, az öt általános iskola, illetve két egyházi közösség, a hetednapi adventista egyházi közösség, illetve az evangélikus gyülekezet vállalta be ezt a hat hetet. Minden héten más iskola teljesít szolgálatot, színes programokkal várjuk a gyerekeket reggel 7 és délután 5 között. A nyári napközibe történő jelentkezés pontos menetéről az elkövetkező napokban hozzák nyilvánosságra az információkat. Visszatér Halasra misézni. Vangel Imre atya, az alsóvárosi katolikus templom korábbi plébánosa most ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az aranymiséjét június 19-én vasárnap délután 17 órakor tartja az alsóvárosi templomban. Imre atyára még sokan emlékeznek, így bizonyára sokan ott lesznek a jubileumi eseményen. Az aranymise után egy kis agapét tartanak a plébánia udvarán, ahol személyesen is köszönteni lehet majd az atyát. Szülők és sok gyerek. A Nagycsaládosok Halasi Egyesülete családi napot szervez a hétvégére. Június 19-én vasárnap reggel 9 órától várják az érdeklődőket. A helyszín a V-kúria. A nap folyamán sok élménnyel várják az érdeklődőket, lesz például nemezelés, hajókészítés, célbadobás, vízipisztolyozás, közös festés és még sok-sok játék, de természetesen a foci sem maradhat el. Műsorunk végéhez érve összefoglaljuk a nap főbb történéseit. Megkezdődött a szabadtéri szezon, lehet csobbanni, beüzemelték a halasi strand kinti medencéit. A védőnőket ünnepelték, Horváth Attiláné prószanitáte díjat, Tamási Józsefné aranyoklevelet kapott. A városi bölcsödében elbúcsúztak az óvodába menő gyerekektől, de búcsúzik a vezetőnő Garas Edit is, a stafétát Miskei Beátának adja át. Nagy segítség lesz a szülőknek, szervezik a 6 hétig tartó nyári napközit. A híradónk a végéhez ért, most megtudhatják, hogy milyen idő várható holnapra, utána pedig a gyermek sarokban az egyházmegyei színjátszó találkozóból mutatunk majd részleteket. Én mára köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!